A kormány döntése értelmében a polgármester és a három alpolgármester havi illetménye összesen több mint 1.120.000 forinttal nőtt. A szombathelyi városvezetők már korábban kijelentették, hogy ezt az összeget a közjó érdekében kívánják felajánlani. Első döntésük az volt, hogy EpiPen injekciót vásárolnak a szombathelyi bölcsődéknek és óvodáknak, hogy megelőzhető legyen az újpestihez hasonló tragédia. A gyógyszer 16-20.000 forintba kerül. A beszerzés már elindult, őszre megérkezhet az intézményekbe, mondta el László Győző. Óvodáinkat, bölcsödénket felszereljük, összesen 25 intézményünket ilyen tollakkal. Azért mondom, hogy tollakkal, mert különböző súlyú gyermekeknél különböző adagolású hatóanyagtartalmú tollakat kell beszerezni. Ennek a beszerzése lesz folyamatban, és utána azt gondolom, hogy ez egy fontos biztosíték az intézményeinkbe. Nagyon remélem, hogy soha nem lesz rá szükség. Rovarcsípés, élelmiszer vagy gyógyszer is kiválthat súlyos allergiás reakciót. A tünetek a bőrviszketéstől a szem- és ajakduzzanaton át a torok és gége vizenyőig széles skálán mozognak. Ki tud alakulni az egész szervezetet érintő heves allergiás reakció, amit anafilaxiásoknak hívunk, és ez a keringés összeomlásával, tudatzavarral, eszméletvesztéssel, illetve sajnos halállal végződhet. És ugye maga a reakció is benne van a nevében is, hogy egy akut allergiás reakció. Az akuttal azt fejezem ki, hogy nagyon gyorsan jelentkeznek a tünetek. Tehát ahogy ezt a tünetegyüttest kiváltó allergén bejut az adott személy beteg szervezetébe, fél órán belül, tehát rövid időn belül kialakul. Ennek megfelelően tulajdonképpen egy nagyon gyors cselekvésre van szükség. Az EpiPen egy önadagolós adrenalin injekció, a külső combizomba kell beadni akár ruhán keresztül. Összehúzza az ereket, megemeli a vérnyomást, ellazítja a tüdőizmokat és azonnal enyhíti a tüneteket. Fontos, hogy használata után mindenképpen mentőt kell hívni. Itt van az elsősegélyre kijelölt eszközöknek a tárolása ezen a helyen, nevesítve azok a kollégák, akik ezeket a feladatokat elvégzik, és hogyha meg lesz a képzés és megkapjuk ezt az új eszközt, akkor ide kerül elhelyezésre, és itt lesz feltüntetve azoknak a neve, akik ilyen esetben segítséget tudnak nyújtani a gyerekek számára. A Donászi Magda óvodában szerencsére még nem fordult elő súlyos allergiás reakció egyetlen kisgyermeknél sem, mégis örömmel fogadták a hírt, hogy adrenalin készítményt kapnak, hiszen az ördög nem alszik, és a gyors segítség életet menthet. Egyik pedagógiai asszisztensük biztosan részt vesz majd a képzésen, amit a mentőszolgálat munkatársai a GESZ koordinálása mellett tartanak az óvodai, bölcsődei dolgozóknak az adrenalin injekció használatáról. Ha lehetőségünk lesz ennek az eszköznek a bevezetéséhez egy képzésen is részt venni, akkor ő mindenképpen részt vesz, hiszen a nap nagy részében itt van az óvodában, de mindenképpen, ha még lehet majd erre jelentkeztetni kollégát, akkor szándékunkban áll, hogy az egész működési időt lefedjük, még kollégákat küldeni ilyen jellegű képzésre, de biztonságban érezzük magunkat, hogy ő itt van, és avatottan tud segíteni ezekben a problémákban. Az injekció szavatossági ideje egy év, a lejárati idő után le kell cserélni a készletet. Május óta egyébként az EpiPen TB támogatottá vált, akinek már volt anafilaxiás sokja, ingyen hozzájuthat, aki pedig veszélyeztetett, 70%-kal olcsóbban kapja meg.